A kisfiú a versenyautós toltartónak, a kislány pedig a lovacskás hátizsáknak és a benne lévő őzikés toltartónak örült. Izgatottan nézték a gyerekek, mit rejt az új iskolatáskájuk. Legalábbis számukra új táska. Ezek többségét ugyanis használtan ajánlották fel Nyíregyháza és a vármegye lakói, a Ne dobd ki az iskolatáskád akció felhívására. Sőt, olyan is volt, aki vadi új táskát vásárolt, hogy még boldogabbá tegye egy rászoruló gyermek tanévkezdését. A táskák mellett pedig számos más felszerelés is érkezett adományként. Nagyon sok olyan tanszer került be, amit tulajdonképpen meg sem számoltunk, de hogy felsoroljam, azért a radírtól, a ceruzáktól, a színes ceruzáktól, a színes festéktől, a vonalzókon keresztül, egészen a toltartókig és az iskolatáskákig gyűlt össze nagyon sok minden, és el szeretném mondani, hogy a lakosság között volt olyan, aki nem használt eszközt hozott, hanem vadonatúj táskákat, vadonatúj tortartókat hoztak be, hogy így is tudják segíteni a családokat. Azokat a családokat, akik nem tehetik meg, hogy új táskákra cseréljék le a régi lyukas elnyűtt darabokat, vagy ahol egyáltalán nem tudnak iskolatáskát adni az első osztályos gyerekeknek. Számos olyan család tartozik a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozásába, akiknek valóban segítséget jelent egy ilyen adomány. Ha a statisztikai adatainkat nézzük, akkor éves szinten egy 6000 fővel állunk kapcsolatban, és az adományok, a felajánlások, hál' Istennek, folyamatosan érkeznek a központunkhoz. Nyilván mindig vannak kiemelt időszakok, a karácsony a legnagyobb, de a karácsony után azért az iskolakezdés is egy nagyon nagy izgalmat von maga után, hiszen ilyenkor arra szoktuk buzdítani a Nyíregyháza lakosságát, hogy segítsék a mi szolgáltatásainkat, és hozzák be azokat a tárgyakat, amit is nagyon fontos, még tudnak használni a gyerekeink, még olyan állapotban van, amit ők is szívesen fölvesznek. Hál' Istennek a hívó szavunk most már nagyon sok mindenkihez elér Nyíregyházán, és egyre több felajánlást, adományt nem csak az iskola kezdéshez, hanem egész évben tudunk biztosítani a családoknak. Bár a gyermekjóléti központ működtetése kötelező önkormányzati feladat, a városvezetés mégis inkább segítségként tekint az intézményre. Mi az önkormányzat, a munkatársak, akár a polgármester, a vezetőség ezt nem kötelezettségét fogja fel, hanem egy öröm számunkra az, hogy megszervezzük. Nagyon széles területet fog ez át, a családsegítés, a bölcsődei ellátás, a gyermekek és a családok átmeneti otthona. Tehát aki bajba kerül, de nem fejtenünk kell azt, hogy bajba kerülő legyen, annak próbálunk segíteni már alapszinten. A 2018-ban indult adománygyűjtés célja azonban nem csak az, hogy segítsék a rászoruló családok iskolakezdését, egy fontos hulladékgazdálkodási feladatnak is eleget tesz. Ezek a tárgyak így ugyanis nem növelik a kommunális hulladék mennyiségét, hanem funkciójuknak megfelelően lehet őket tovább használni, és ez az újrahasználat lényege.